Na, szép jó estét kívánok mindenkinek! Ez itt az Élő Csillagászat Kis Lászlóval című csillagászati heti magazin műsor, a Svábhegyi Csillagvizsgáló média vállalkozása, ha úgy tetszik. Ezen a héten is elérkeztünk eme kiváló órához, este 8-hoz, amikor itt valamilyen módon az elmúlt egy hét csillagászati eseményeit földolgozzuk. Hétvégén kirándultunk családilag. Szia, Dami, ha véletlen látnál, akkor üdvözöllek innen is. Bocsánatot kérek, többé nézőnktől, de a gyermekem mindig kérdezi, apa, hogy elkezdesz? Majd igen. Na, tehát hétvégén családi kirándulásra jártunk Zalában, a Békesztupánál, egy nagyon érdekes hely volt egyébként, és Keszthely külsőn átmentünk egy nagyon érdekes nevű város részen, Fenékpusztán. És ott úgy elgondolkoztam rajta, hogy tulajdonképpen a műsor misszióját, ha meg lehet fogalmazni, akár úgy is lehet, hogy nekünk, ha szükséges, még akár egy puszta fenéken is áthatolunk, hogy eljussunk a csillagászati hírekig, de ezt finomabban is meg lehet úgy fogalmazni, hogy minket nem zavar, ha Zaláig el kell menni egy hír hátterének felderítéséig. Ugye Zala és Somogy megye határán talált ez a kiváló nevű település. Név eredetének etimológiáját nem találtam meg, minden esetre e héten ez az üzenete a műsorunknak, mi bármire hajlandóak vagyunk. Április 21 a mai nap dátum a naptárba, ha megnézzük. Hadd köszöntsem innen, nem tudom, hogy néz-e, most vagy majd az archívumon, Almár Iván kollégánkat, ugye űrkutató, csillagász, a Csillagászat Intézetbe valamikor 1952-ben, 53-ban kezdett el dolgozni. Aki ma ünnepli 89. születésnapját, Iván, ha ezt hallod, akkor Isten éltessen, boldog születésnapot, léci, legyél velünk még sokáig, hiszen régi idők tanúja vagy te is, és még néhányan az idősödő kollégák közül, de ma mindenképpen Iván a szakma hazai doájenje. Jó egészséget kívánok innen is neki. By the way, megjegyezném azt, hogy szintén mai napon van egy másik évforduló, az Apollo 16 holdra szállásának a 49. éves évforduló, ami azt jelenti, hogy Almár Iván, amikor annak idején ezt kommentálta a magyar sajtónak, pont 40. születésnapjára kapta meg az Apollo 16-ot. Hát én a 40. születésnapomra nem tudom, hogy kaptam-e bármit is, biztos kaptam valamit, nem. Ekkora volumenű dolgot pedig nem. Aki pedig az olaszokat szereti, az rossz ember nem lehet. Ugye Róma mai napon ünnepli, ha úgy tetszik, 2774. éves születésnapját, fönnállását, ugye Romulus és Rémus, amikor megállt időszámításunk előtt 753-ban. Bár ez ugye a források ellenőrzése meglehetősen nehéz, hiszen egy Varro nevű, Marcus Terentius Varro nevű történész jegyezte le ezt időszámításuk előtt az első században, tehát ez egy 2000 éves információ, és hát az információk elavasodási rátája, az meglehetősen valószínűvé teszi, hogy azért ez a Róma születésnap az nem biztos, hogy teljesen helyes, vagy teljesen pontosan van belőve. Egy fontos dolog, ami a héten történt, és az ELKH, tehát az Ötvös Loránd Kutatási Hálózat honlapján jelent meg két nappal ezelőtt a hír, és már nem volt időm, hogy szlájdot csináljak belőle, de ugye a Csillagászati Intézet, a Svábhegyi Csillagvizsgáló Anya Intézete egy nagy nemzetközi konzorcium keretében részese lett egy úgymond nagy nyereménynek. Az Opticon Radionet Pilot fedő nevű projekt 15 millió eurót. Azért az elég jó pénz, 15 millió euró, azt még a 300-as árfolyamban is lenne. Hú mennyi, 4,5 milliárd forint, nem, hanem 300-as árfolyamban, 360, tehát jó pár milliárd forint. Ami a következő években a rádiócsillagászok és optikai csillagászok együttműködését fogja hát támogatni egy ilyen hálózatosodás keretében. A Csillagászati Intézet a tervek szerint létrehozza a magyarországi VLTI szakértői központot, ahol a VLTI, az a Very Large Telescope Interferometer, tehát nagyon nagy teleszkóp interferométernek a rövidítése. Ez azért érdekes, mert az előadás, mai napnak a fő témája pont az óriás teleszkópok témaköre. És hát mi a... És hát a...
mit akarom, most megzavartál. Ennek kapcsán kötődik is ez a friss hírünk a nap fő témájához. Kiosztok most egy gonosz nézést. Amikor mellette mozgolódnak, akkor nehéz koncentrálni. Még mielőtt elkezdjük az előadást, tényleg itt nem az időt húzom, hanem vannak itt ilyen last minute megjegyzések, vagy last minute följegyzések az eszközömön. Ugye ma éjszakára jósoltuk mi magunk is a Svábhíd Csillagvizsgáló honlapján és Facebook oldalán az áprilisi líridák meteorainak a potenciális észlelhetőségét. Nem olvasom föl, amit ide lejegyeztem megjegyzésként, hogy mit mondjak el ezzel kapcsolatban. Tehát nagy a hold, meg lehet, nagyon sokáig fönt van a félhold, most ha kinézzünk, akkor szépen világít a tepsiképű, a félbevert tepsiképű. Tehát igazából a fényszennyezése a természetes világításán keresztül igen nagy. És eleve az áprilisi líridáknál még sötét helyen se várunk nagyon 10-15 meteornál többet, tehát senki ne várja azt, hogy majd ömlenek a hulló csillagok ma éjszaka. És még az is, ami látszani fog, az majd éjfél után, hajnal 1-2 körül, 4 óra után meg már világosodik. Tehát a lényeg az, hogy ha azt mondom, hogy szuboptimális az áprilisi líridák nevű úgynevezett meteorainak a megfigyelhetősége, hát az, nem is tudom, akkor nagyon túlzásba estem. És még mielőtt bekezdenénk, csak ha valaki egy screenshotot akar tanulmányozni, miközben az én okosabb mondatai elhangoznak, ez itt mellettem lesz majd a mai nap kérdése, hogy mi is az pontosan, de erre majd a kérdés szekcióba visszatér. Tehát most meg lehet gyorsan nézni, na, mi a fene lehet ez? És ki gyártotta? Milyen gyártmány? Az is egy fontos információ. Na, szerintem ennyi bevezetés után térjünk is rá a mai nap előadására, ha úgy tetszik, ami a szokásos módon szervezeti hírek, friss megfigyelések, csillagászati hírek és egy fő téma, ami az óriás teleszkópok, az optikai csillagászat óriás teleszkópjai lesz majd. Ma igyekeztem rövidebb prezentációt készíteni, de hát ez olyan, mint a macska farka, az ember szeretné, ha rövid lenne, de aztán végül mégiscsak hosszú lesz. Ugye a szervezeti hírek közül a Svábhíd Csillagvizsgáló, ugyanak fut most ez a Galaxis Utikalauz hétvégi sorozata, itt mellettem, mindig rossz kezem, mellettem ugye Boldog Ádám, szia Ádám, meg Pál Bernadett, oda már nem tudok elérni, ugye most a hétvégén egy nemes versenyt hirdetett meg, vagy egy nemes játékot talált ki, amikor az életről beszélt, és próbáljuk meg megtalálni a lakhatósági zónát, vagy hát az életteret a különböző lények számára. Itt most van egy példa kidolgozva, csillagászok számára fontos, a csillagászok élete számára fontos momentumok felsorolva, ugye kávéforrás, megfigyelhető univerzum, fényszennyezés, pályázati támogatás, internetes sávszélesség, és egy nagy ellenerője a tudományos kutatásban a Zoom meetingek, amelyekhez kapcsolódóan ők még definiáltak egy faktort is. Ezt az ábrát a hozzátartozó magyarázattal meg lehet találni a Svábhíd Csillagvizsgáló Facebook oldalán, és van hozzá egy üres minta is, és egy nemes versenyre hívtuk fel hát követőinket és lájkolóinkat, tehát mondjuk így, hogy a nézőinket, tessék kreatívan kidolgozni a saját élettér definícióit. A 6 szögletű kerek erdőben mi az a 6 szörny, vagy a 6 lény, vagy a 6 föltevés, ami kell ahhoz, hogy jól érezzük magunkat az élet kis kék medencéjébe itt bent. Hát erre várjuk az infókukat, Svábhíd Csillagvizsgáló, vagy a Facebook kommentár, bárha, bármilyen formában, bármilyen elektronikus kommunikációs eszközön keresztül, csak nem Messenger üzenetbe, de valami értelmes elektronikus kommunikációs eszközön keresztül várunk alternatív megoldásokat. Komment az a legjobb. Komment és az e-mail, igen, köszönöm szépen. A Galaxis Utikalauznak a második évad az továbbra is történik. Ma volt egy élő bejelentkezés is, a hétvégi előadóinktól, ezt nagyon javaslom mindenkinek, nagyon jó. Tehát tele volt LOL pillanattal a főpróba, amit ma tartottak. Fantázia és valóság, csillagközi űrutazás. Vinkó József és Könyves Tóth Réka, a mester és tanítványa fogja majd nekünk megmutatni a csillagközi űrutazásnak a titkait, a sci-fin keresztül, a tudományig, oda és vissza. Bazilvanyagot raktak össze. Hol lehet ezt megnézni?
Sváb Fény Csillagvizsgáló YouTube csatornáján, mikor, vasárnap este 7 órakor, hogyan, a svábfénycsillagvizsgáló.hu per események, vagy hát események menüpontban elérhető jegyvásárláson keresztül megszerezhető linken lesz ez megnézhető, nem csak élőben este 7-től nagyjából 8:30-ig, hanem még a rákövetkező egy hétben is megtekinthető. Tehát ha ki éppen nem ér rá vasárnap este 7-kor. Hát egyébként én szoktam a kollégákat szidalmazni, hogy ez a vasárnap 7, hát gyerekek, én még mindig kint vagyok a gyerekkel a játszótérre, hagyjátok már békén, nem tudom megnézni. Na mindegy, szóval a lényeg az, hogy tehát aki később tudja megnézni, vagy aki később képes megnézni, az később is megnézheti, nagyon jó témát raktak össze. Másik szervezeti hír, amikor felrakom az MCE alapomat, ugye a Magyar Csillagászati Egyesületnek az aktualitásai. Ugye ifjú csillagászok, figyelem, nyári ifjúsági csillagásztábor Vértesbogláron, a terveink szerint, ez a Magyar Csillagászati Egyesület és a Svábhely Csillagvizsgálók együttműködésében, július 5 és 11 között, hétfőtől vasárnapig lesz megtartva, alapvetően középiskolás korosztálynak, valahol írja is a szövegbe, talán megtalálom, 14-19 éves korosztálynak van ez szánva, hétfőtől vasárnapig, természetesen nem tudjuk még tuti biztosan, hogy július elején alkalmasak lesznek a, mondjuk így az, hogy a turisztikai desztinációk valódi látogatása, tehát hogy a koronavírus járvány elmúlik annyira, hogy ezt meg is tudjuk tényleg tartani. Ezért az a piros betűs, apró betűs rész, ugye azt kérjük a jelentkezőktől, hogy május 15-ig ne utaljanak semmit, a tábordíjat, csak május 15-e után, mert hogy a jelentkezési lapok beérkezési sorrendje szerint vezetjük, hogy kik jelentkeztek, és majd május 15-e után gondoljuk azt, hogy már képesek leszünk megmondani, hogy tényleg meg tudjuk július elején tartani ezt a tábort, vagy sem. Az elmúlt napokban a járványmutatók szépen mennek lefelé. Talán azt mondhatjuk, hogy van ok optimizmusra, de hát hallottuk ezt már különböző szituációkban a történelem folyamán. Szerintem még Napóleon száját is elhagyhatta ez a mondat időként, hogy van ok optimizmusra. Ugye adománygyűjtés zajlik a Polaris csillagvizsgáló felújítására, erről már hetek óta beszélek, és hát a múlt heti bejelentésem óta, majd mindjárt mondok egy örömteli frissítést. Ugye a Polarisnak azért attól függetlenül, hogy a koronavírus járványot be kell zárni, nem állt le teljesen az élete. Ugye a Meteor havilap szerkesztés az valójában ott történik, ugye Mizser Attila, tehát a titkárság tagjai, Török Tünde és Molnár Péter időnként ott, hát ott dolgoznak egész konkrétan. Hát az azért munkahelyük. Természetesen betartva a távolságtartás. Na a lényeg az, hogy a virtuális polaris szakra azért az tart továbbra is, tehát középiskolás korosztályunk csütörtökönként van ez a szakkör, aminél mindenféle csillagászattal kapcsolatos aktivitás zajlik. Tehát a polaris csillagvizsgáló a Magyar Csillagászat Egyesület számára rendkívül fontos, a felújítása, az infrastruktúra fejlesztése az még fontosabb, ehhez a rendelkezésre álló forrásokat lehet bővíteni adományok, felajánlások révén. A Magyar Csillagászati Egyesület bankszámlaszáma itt látható mellettem, ez egy kiváló 8 szám, 3x8 szám, nem tudom, itt mutatom inkább. Ugye a közleménybe várjuk a Polaris támogatás föltüntetését, hogyha a Polariszt kívánják támogatni a csillagászat barátai. Ha pedig a lovasberényi csillagtanyát, akkor a csillagtanya támogatás szóval lehet ezt jelezni a Magyar Csillagászat Egyesület bankszámláját felügyelő embereknek. Ugye zajlik még az adófelajánlások korszak, az adóbevallások időszakában az 1%-okat is örömmel fogadja a Magyar Csillagászati Egyesület. Na most, hadd mondjam azt, nem jó? Jó, oké. Na most, hadd mondjam azt, hogy ugye múlt héten mondtam, hogy a 300 ezer forint fölött volt már az addig beérkezett felajánlás. Most ma kaptam egy frissítést Mizser Attila főtitkártól, hogy áprilisban már 559 ezer forint érkezett a Polaris felújítás támogatására. Nagy tisztelettel megköszönöm azoknak, akik rajtam keresztül, vagy ezen a műsoron keresztül támogatták, azoknak is megköszönöm, akiket most nem érek el a távolból, akik más fórumokon keresztül jutottak el oda, hogy az MCE-t támogassák. Egy nemes kihívást bevállalok itt most. Ha április során összejön az 1 millió forint,
akkor a május 5-i élő csillagászat műsorban, ahol egyébként Ponori Török Aurél 100. születésnapjára fogunk a műsor fő részében emlékezni. Szóval a lényeg az, hogyha összejön áprilisban az 1 millió forint a Polaris támogatására, akkor vállalom, hogy a műsor végén eléneklem a jugoszláv himnuszt. Hát majd meglátjuk, hogy összejön az 1 millió, ha másfél millió is összejön, akkor még egy csavart is beleteszünk ebbe a jugoszláv himnusz eléneklésbe. Egy nem létező ország himnuszának eléneklésével nem lehet baj, majd meglátjuk. Szóval a lényeg az, hogy 1 millió és másfél millió forintos célt kitűztünk, hogy jöjjön össze a Polaris támogatására. Hát majd meglátjuk. Még 9 nap van áprilisból, kíváncsi leszek, hogy bárkinek a fantáziáját ez fölkelti, szerintem egyébként nem. De nem akartam mást mondani, mert hát ugye gondolkoztam, hogy mit lehetne felállni, hogy mesztelen végigszaladok a Vörösmarty téren Budapest közepén, de az szerintem az rosszabb lenne. Ez egy gyerekbarát műsor. Na tehát, friss fotók, van még igen a spektrum a két véglet, mindegy, hát friss fotók és megfigyelések. Témakörre hadd menjünk át akkor. Hatházi Csaba Hajdúhatházról, egy észlelések.mcl.hu-ról, azt hiszem oda tette fel ezt a fotóját, a Napról. Föl lehet tenni a kérdést, hogy WTF, miért olyan érdekes ez a fotó? Hát tényleg úgy tűnik, mintha napon nem lenne semmi. Ez ugye április 16-án múlt héten, ha jól emlékszem, ez péntekre vonatkozó dátum. Azért ha bezúbolunk, akkor lehet látni, hogy van ott azért valami, egy indurka-pindurka napfolt csoport. Tehát a napunk, amely ugyan elkezdte már az újabb napciklusát, hát fogalmazunk úgy, hogy nem akarja még nagyon befoltozni önmaga arcát szebbnél szebb foltokkal. Gondolhattuk ezt egészen tegnapig. Molnár Iván egy nagyon szép fotót kirakott, itt most hadd tűnjek el egy pillanatra, mert egyik foltcsoportot eltakarom. Ott! 12.816, 12.817, 12.818. A helyzet az, hogy most 3 foltcsoport is vissza, vagy hát előkerült a nap felszínén, tehát igazából van értelme a napot fotózni napról napra. Napról napra. Hát ez egy nagyon ócska szóvic volt. Szóval lényeg az, hogy érdemes fotózni, mert tényleg változik. Még akkora bazi nagy foltcsoportok nincsenek, mint majd szerintem maximum környékén 24-25-ben lesznek, de azért változik. Na, tehát azért foltos a nap arca, hogyha összeszedi magát. Ugye az elmúlt egy hétben elég sok borult idő volt, tehát nagyon sok új, szép fotó, legalábbis a szokásos fórumokon, tehát a macsnet.hu Facebook oldalán, az észlelések.mcl.hu oldalon nem jelentek meg. Ugye Molnár Attila Ete április 16-án lefotózta a holdat. Hát nem azt mondom, hogy ez egy abszolút égatta, nem tudom milyen rekorder, de na, egyébként van hangulata. Amikor a krátereket nézzük, amikor a hamuszürkefényt nézzük, ugye a szegény ember exoföldje ott van, ugye hold visszveri a nap a földfényét, amit ugye a naptól kap maga a föld. Ezek mondjuk így, hogy legalább hangulat idézésileg azért ez egy szép fotó, ha úgy tetszik. Nyári Szabolcs viszont örömmel láttam, nem hiszem, hogy a műsor hatása, ő emlékeim szerint kitartó észlelő okkultációk területén, az egyik hold okkultációt, amit reklámoztam a múlt héten, április 16-án, péntek este, ZC761-es jelzésű csillag, egy 6,7 magnitudós csillagnak a csillagfedését leészlelte. Hogy kell ezt elképzelni? Távcsővel, azt hiszem, egy Maksutov keszegrén, ott van 90 mm, 9 centis Maksutov keszegrén, 50-szeres nagyítású képével nézte a holdat, készített hozzá egy ilyen rajzot is, ott a csillag a hold sötét oldalán, és valójában egy stopper óra segítségével mérte az eltűnés pontos idejét. Ugye az okkultáció észleléseknél ez a legegyszerűbb felhasználás, hogy a hold csillagfedéseinek időmérésével magának a hold pályának a pontosítását hosszú távon még ilyen mérésekkel is lehet hát javítani. Úgyhogy tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy okkultáció észlelés történt. Na, szép ez az észlelések.mcl.hu oldalán így tekinthető meg, tehát Nyári Szabolcs Budapest. Kereszti Zsolt viszont egy nagyon látványos összeállítással jelentkezett itt, most hogyha eltűnök a háttérbe, mint szellem vagy szürke szamára ködbe, akkor lehet látni azt, hogy az elmúlt egy év a Föld és a Mars viszonyában tulajdonképpen olyan volt, mint egy közepesen rossz házasság,
A két partner közeledett egymáshoz, aztán megközelítették egymást nagyon, aztán viszont elkezdtek távolodni. Ugye itt lehet látni, hogy ebbe az elmúlt egy éve, 2020. április 4 és 2021. április 3 között a Föld éppen körbe ment a nap körül, szépen bejelölte májustól június, augusztus és tovább vissza március, április, ez itt a Föld egy teljes keringés a nap körül. Közben a Mars végig látszott. Ugye a Mars végig látszása az azt jelenti, hogy először hajnali égen, aztán ugye volt az opozíció októberben, és azt, hogy akkor volt a legnagyobb közelségben is. Ugye nyáron, júliusban indultak el a Mars szondák, amik februárban aztán odaértek, és hát a Mars még mindig látszik, már egy éve eltelt, csak most már nem hajnalban, hanem az estégen, a Bika csillagképben látszik. Zsolt közben folyamatosan fotózta a Marsot, és szépen összerakta, hogy messze volt, picike, jött, közelebb, egyre részledúsabb, aztán egyre kisebb, távolodik, egyre megint kisebb, és megint körülbelül hasonló távolságban látható a Földtől, mint egy évvel ezelőtt. Nagyon szép homogén megfigyelés sorozat. A fantázia csak azt vezérli, csak azt, vagy a fantázia szab csak korlátot annak, hogy milyen elrendezésben, itt egy ilyen logaritmikus spirál, vagy archimédeszi spirálra emlékeztető módon helyezte el, lenyugodtan, hogy ötágú csillagba is lerakni a Mars képeket. Sőt, még akár lehet egy valamilyen egzotikus elefánt alakba is lehetett volna rakni, hiszen volt sok észlelése hozzá. Nekem ez tetszik legjobban, hiszen ezzel rajta vannak az adatok is. Mikor, mekkora korong átmérő mellett, milyen centrál meridián, tehát milyen marsrajzi hosszúság látszik éppen a közepén, és hát nagyon szépen lehet látni például, hogy a déli pólus sapka az hogyan volt még kezdetben nagy, aztán összement, aztán végén hát ott látszott, azért aztán kicsit a rálátás szöge is változott, tehát részben változott a mérete, itt még biztos, hogy bazi nagy volt a pólus sapka, itt egy ilyen kis parányi kis erkölcs folt volt ott a déli pólus környékén, és aztán szépen ugye vagy a mérete is változott, vagy el is, nem is látunk már rá. Szóval lényeg az, hogy nagyon szépen homogén módon összerakta ezeket a képeket. Tehát a Marsnak az elmúlt egy éve egy izgalmas periódus volt. Aki ezt végigkövette, rossz ember nem lehet, akinek volt hozzá távcsöve, türelme, az nagyon szép megfigyeléseket végezhetett. Ez a fotó nem fog bekerülni az archívumokba, mint a világegyetem legszebb fotója, de Rosenberg Robert mégiscsak szép képet készített, tehát oka van azért, hogy betettem. Tegnap este ugye a Hold ott járt a Rák csillagképben. Ugye meg lehet kérdezni, hogy hol a Rákban van a Rák, ez egy rendkívül ócska szóvic, hát itt van a Ráknak a központi része. Ugye itt van a Prézepa, az M44 jelzésű nyílthalmaz, itt van az Északi Szamár, itt pedig a Déli Szamár elnevezésű csillag, tehát fogalmazunk úgy, hogy hát a fantáziáról tanúskodó megnevezés, hogy Szamárra száll a Hold, hát tényleg az Északi Szamár mellett elhúzott tegnap este, Rosenberg Robert pedig lefotózta. Hát ugye nehéz ilyen nagy kontraszt mellett lefotózni, fényes Hold mellett egy ilyen halvány csillagcsoportot, hogy szépen látszom mindent, nehéz fotózni. Hát én még ilyet sem csináltam, tehát mindenképpen, hát dicséretes, hogy ezt tegnap este sikerült megörökíteni digitális fényképezés technikával. Na és akkor? Lehet látni, nem volt sok derülték, nem volt sok megfigyelés. Mi újság? Mi hírek az égen, és mi hírek a tudományban? Példaként egy csillagászat történeti példa, ugye ebbe az évadban ezt tolom, hogy hogyan művelődtek régi eleink a csillagászati újdonságról. Előkerestem a Tudományos Gyűjtemény nevű kiadvány 1837-es számából. Horváth Zsigmond az csillagok esmértetése. Sőt, valószínűleg úgy kéne mondanom, hogy az csillagok esmértetése című írását, ami valahogy úgy kezdődik, hogy az nagyon lírikusan kezdődik, az eszmélő emberre nézve nincs egyben nemesbb, gyönyörs, mulattatóbb és egyszers, mint halhatatlan lelkekhez illendő foglalatoskodás, annál, amellyel neki egy derült éj idején a csillagos ég vizsgálata kínálkozik. Kicsit dagályos a stílus, de azt mondja, hogy a csillagos égbolt szép és jó dolog nézegetni. Na ez az 1837-es, tehát 184 évvel ezelőtti írományban például a csillagokról is írt, hát ez egész az csillagok esmértetése, tehát ugye a csillagok, változó csillagokról is írt, ugye a CET nyakában, ugye a Mira CETI-ről írja azt, hogy 11 hónap alatt
másod és harmad nagyságról egész az eltűnésig megfogyatkozik, azután viszont megtelik, ahonnét amíra csodálatos nevet kapa. Egy másik a hattyú nyakába 13 hónap alatt legerős fényébe mutatkozik. És hát itt a légén még ott hadd idézem ezt is, hogy algol medúza fejében 3,5 órányi idő múlva másod nagyságából negyed nagyságú kerekedik, mely idő alatt előbbi mekorosságát ismét visszanyeri. És akkor nem ezért tettem, hogy itt eljátszassam, hogy régi mód beszélek, hiszen nyilván nem így beszéltek, hanem a lábjegyzet volt valójában a lényeg. Ezen fényváltozást gyanítólag valamely körülöttük forgó sötét testek, vagyis tulajdon planétáik okozhatják. Tehát 186 éve ezelőtt arról ábrándozik, hogy bolygók takarják el a csillagokat, és azért változtatják a fényességüket. És nem tudtam elmenni a dolog a helyzet iróniája mellett, mert ha megnézzük a csillagászat.hu-nak a vezető hírét, amit ma a Schwab Hét Csillagvizsgáló Facebook oldalán azzal megjegyzéssel tettem nyilvánosságra, hogy a Vörös Csillag Asztrofizikai Termelő Szövetkezet, azaz a VCAFTS piacra dobta legújabb termékét, ugye közeli vörös törpecsillag körülkeringő szuperföldet fedeztek fel. Tehát mondhatjuk azt, hogy 186 év alatt visszaértünk egy nagy kör mentén, akkor még egy téves föltevés volt, hogy bolygók okozzák azt a fényváltozást, amiről a szerző írt, ma viszont tényleg bolygókat fedezünk föl csillagok fényváltozásán keresztül. Erre a hétre három hír gyors megidézését vállaltam be, mert ezek tényleg izgalmasak és megérdemlik, hogy foglalkozzunk vele. Szerintem mindenképp a legnagyobb hír az a gyors hír, amit Pál Bernadett követett el hétfőn, szerintem fél óránál rövidebb idő alatt. Sikerrel teljesítette első repülését az Ingenuity marsi helikopter. Ugye ez nagyon szép fotó van, amikor önmaga árnyékát lefotózta ez a kiváló drón, ami ugye a Wright fivérek után 110-valahány évvel egy bolygón önmagától repülő eszközt valósított meg. Tehát azért lehet némi túlzásnak érezni azt, hogy a Wright fivérek tettével, az első repülőgép röptetésével vetjük össze ezt a dolgot, de azért na, nézzük már meg ezt a videót itt, hogyha megint háttérbe vonulok, akkor lehet látni ezt egy ilyen 50-valahány másodperces videó alakjába, hogy itt most még itt van mellettem, de én mindjárt elvileg eltűnök. Köszönöm szépen. Ott, már forog! Ott. Az a kis drón. Ez itt a Mars, aki nem ismerné fel. Ott repül! Hó, az úristen itt a világnak. De jó! Ott áll a levegőbe, 1%-nyi sincs a légnyomás, könyörgöm már, hát na! 1,2 méter átmérőjek a lapátjai, tehát azért ez egy elég nagy darab, egy ilyen asztalon éppen, ez, mint az én asztalom, itt most nem lehet látni, mekkora az én asztalom, de nagy asztalom van. És akkor ott aztán visszaszáll. Hát azért, na, itt azért elakad az ember lélegzete. Nyilvánvalóan a dolognak most a tudományos jelentősége az relatíve kisebb, hiszen ez egy technikai, ott még egy NASA is előjön. Szia NASA, hello, ügyes voltál. Szóval a lényeg az, ennek ugye a technikai demonstráció az igazán érdekes. De azért fölidézném azt, amit talán néhány nézője volt annak a műsornak is, akik most is néznek, amikor Keresztúr Jákossal beszélgettem arról, hogy miért, ugye a MCE keddi előadás sorozatának a keretein belül, hogy miért akarunk mi űrhajóst küldeni a Marsra. És akkor volt a válasz az, hogy hát ott nézzük meg azt a sziklát, amit majd meg kell nézni, hát majd egy olyan fél év múlva odaér ez a Marsjáró, ugye a Perseverance, ehhez képest egy űrhajós 10 perc alatt oda sétálna és megnézni. Tehát nem érdekli most ez a szikla, ez így néz ki, vagy úgy néz ki, hanem szépen oda lépkedne. Ugye egy másik bolygó felszínén a légkörben közlekedés, az mindenféle felszíni problémától mentes. Tehát lehetnek, mit tudom én, ilyen 10 karú alien polipok, amik le akarják rántani az űrhajóst, mit érdekli az a drónt, ő átrepül fölötte. Nyilván a Marson ilyenek nincsenek, de mindenképpen a közlekedésnek egy egyszerűbb, és hát nem egyszerűbb, a közlekedésnek egy, ha jó a technika, akkor biztonságosabb formája, és gyorsabb formája a légi közlekedés, ahogy a Földön is, ugye ez a leggyorsabb közlekedési forma.
Jó, tehát mindenképpen ennek a héten nagyon örültünk, hogy ez 19-én hétfőn történt. Tehát volt élő NASA közvetítés, volt örjöngés az interneten, és azon kívül gondoltam azért emlékezzünk meg erről. Egy másik hír, ami valójában előre vetít a közeljövőben megjelenésre váró újabb hírt, a Event Horizon Telescope kollaboráció részéről, hogy az M87, az 53 millió fényérre lévő óriás galaxisnak a központi fekete lyuka körüli árnyék, fekete lyuk árnyék detektálásáról szólt, annak egy újabb földolgozását, akinek nem rémlik, itt van, itt a fekete lyuk. Itt most beránt! Nem, hát sajnos nem, ez nem az igazi fekete lyuk, jó lenne. Tehát Sauron gonosz szeme. Na ez az, amit most megvizsgáltak, újra elemeztek újabb adatokat, tényleg egy rengeteg távcsővel végzett megfigyelés sorozatot elemezgettek, és például lehetővé vált, először ideugrok, és aztán majd visszaugrok. Lehetővé vált a korábbi részleges lefedésű kép rádió interferométeres mérésekből is legalább részben rekonstruálni, hogy a fekete lyuk körüli gázkorongnak a legvégső szakasza, amit itt látunk, az hogyan villogott, hogyan villózott az idők során, a 2010-es itt a Sauron gonosz szeme kép. És ráadásul sikerült rekonstruálni a polarizációs adatokat is a rádiómérésekből, és akkor itt ez a szőrösség, amit látunk ebbe a dologba, ami inspirálta a Blick-féle címadásomat, lásd Facebook, ugye ez a szőrösség, ez itt valójában mágneses erővonalakat mutatja. Tehát ténylegesen a polarizációs, rádiópolarizációs mérésekből tetten érhetővé vált a fekete lyuk körüli mágneses tér. Ha ilyen se volt még nagyon, ilyen felbontása semmiképpen, hiszen ez itt ilyen 20 mikroív másodperc, tehát milliomod ív másodpercnyi részlet. Ugye ez, aki nem ismerni ezt a képet, tehát ez nem maga az eseményhorizont még, ez az a terület, ahonnan a fény kijön mindenképpen, tehát ez az árnyéka, ha úgy tetszik a fekete lyuknak, ez kb. 3-szor akkora, mint az eseményhorizontja. Egy 6 milliárd naptömegű fekete lyukról beszélünk. Tehát ez tényleg, ez egy fantasztikus eredmény volt. És hogy miért előrevetítése egy újabb eredmények? Hát azért, mert hogy a Sagittarius A csillag, a tejútrendszerünk magjában lévő sokkal kisebb tömegű, 4,3 millió naptömegű fekete lyuknak az Event Horizon teleszkópos megfigyeléséből hamarosan várható egy kép. Ami azért nehezebb, azért kell rá várni, tehát azért egyszerűbb 50 millió fényévről készíteni egy fekete lyuk árnyékáról képet, mint mindösszesen 26 ezer fényévről, mert a mi tejútrendszerünk központi fekete lyuk az eléggé aktív, tehát a flerezik röntgenbe, flerezik rádióba, tehát időnként bezabál ilyen anyagcsomókat, mint itt, amikor az én kezemet itt beszippantja, hát nem tudom eljátszani. Szóval a lényeg az, hogy ott nehezebb az adatok elemzése, és most várható majd, hogy ki fognak jönni a mi tejútrendszerünk magjában egy hasonló megfigyelés eredményével. Az elképesztően gyorsan forgó barna törpés hírünket pedig azért gondoltam megmagyarázni, mert a csillagászat.hu Facebook oldalán bődületes kommentháború alakult ki, hogy mi ez a hülyeség. Tehát tényleg, ott nem, nincsen energiám bevállalni, hogy ott én beleszálljak a adok-kapokba, soha nem fogok ilyet csinálni, de azt látom, hogy az embereket ez megfogta ez a dolog. Ugye mi volt maga az alaphír? A Spitzer űrtávcsővel megmérték barna törpecsillagok forgási periódusát. Illetve színképekből ellenőrizték, hogy van-e valójában arra a gyors forgásra utaló spektroszkópiai jel. Hadd nézzük meg egy videót, ami igazából a lényeget tényleg elmondja. Szerintem a vitázók, a Facebookon vitázók nem nézték meg ezt a videót. Tehát egy 1,1 órás forgási periódusú barna törpét, meg kettőt is, sőt hármat is találtak a Spitzer infravörös mérésében. Az 1,1 órás rotáció az nagyon gyors. Itt jobbra lehet látni a Jupiter, az 9,8 óra. Maga a mérés az fényességmérés alakjában történt, a Spitzerrel mérték, és a forgó bolygónak a fénygörbéjét látták. A Magellán teleszkóppal pedig a színkép vonalaknak a kiszélesedése igazolta azt, hogy tényleg 100 km per szekundumos sebességgel, 105 km per szekundumos sebességgel forog ez a barna törpe. Ami miatt érdekes ez az egész, hogy
ettől azt is várjuk egyébként, hogy a gömb alaktól eltér az alakja ennek a háromnak. Az egy órás forgási periódus, ez tényleg bazi gyors. Itt is egy szép nazar, köszönjük szépen. Inkább visszamennék a legelőző képre. Az egész, ami miatt érdekes volt, az az, hogy három olyan barna törpét is találtak, aminek egy órás volt éppen ez a forgási periódusa. És olybá tűnt, hogy és ezek különböző állapotú barna törpék. Ugye a barna törpék azok egy furcsa lények. Azok valahol a bolygók, a Jupiter méretű óriás bolygók, és a legkisebb törpecsillagok a vörös törpék között találhatók. És igazából bennük, hát ha deutérium fúzió még be is indult akár egy rövid időre, de lényeg az, hogy a forgásuk alapvetően azt várjuk az elméletektől, hogy az idővel az ő forgásuk igazából kéne, hogy gyorsuljon. És az elméleti jóslatok azt mondják, hogy a leggyorsabb barna törpe, tehát a legrövidebb forgási periódus, azaz a leggyorsabb körbefordulás, az akár lemehet fél órás periódusra is. És ez a kis minta, amit a Spitzer megmért, most már összesen nagyjából tucatnyi barna törpére vannak ilyen forgási periódusok, azt mutatják, hogy egy óránál nem megy lejjebb, mintha lenne egy ilyen korlát. Mint hogyha az egy órás forgási periódusnál valami lefékezné a dolgokat, és nem engedné tovább gyorsulni ezt a forgást. A csillagoknál ezt ismerjük, hogy a vörös törpéknél a mágneses aktivitás, a mágneses fékezés révén eleve lassítja a forgást. Maga a napnak a forgása is sokkal gyorsabb volt 4,5 milliárd évvel ezelőtt. Tehát a lényeg az, hogy itt ez a forgási periódus kimérése volt a lényeg, és én érzékeltem azt már maga a hír írásakor is, maga a hír megjelentetésekor is, ugye már az angol változatban, amikor a spin rate-ről beszélnek, ami valójában forgási frekvencia, akkor az ott egyértelmű. Nehéz volt magyarba átültetni, hogy nem arról szól, hogy milyen gyorsan forog. Tehát, hogy tényleg ott van az első sorban, hogy 360 000 km/h sebességgel forog. De nem ez volt a lényeg, hogy pont mekkora a sebesség. Mert az ugye a mérettől függ. Hanem a periódus volt a lényeg. A periódus volt a kimért mennyiség, és ennek a korlátai voltak az asztrofizikailag érdekes hát eredmények, amik ebből a hírből kijöttek. Na és akkor a fő téma, csak nem sikerült rövidebbre venni a szót, hát ez már ilyen, az óriás teleszkópok. Ugye ez csak a fő témákat, amikor hétről hétre megszűrjük, egy kis tábot szoktam megkérdezni, aztán néha ez a kis táb, ez egész konkrétan egy tagú, tehát tükörben nézek, és akkor figyelj, Laci, mi legyen jövő héten, és akkor hát mit tudom én, fekete lyuk akkor, valami más. Most itt a stábom több, mint egy tagú volt, és érkezett a javaslat, hogy az óriás távcsövekről meséljünk, mert azokról még igazából nem volt szó. Mondhatnám azt, hogy ez a nagyon szép fotó, vagy nagyon szép ilyen vizualizáció, ami a Wikipédia sok oldalán megtalálható, összefoglalja a lényeget, és nem is kéne semmit se, hogy mondjak, hanem tessék megnézni, elolvasni az összes feliratot, meg jó napot kívánok, ennyi ez a lényeg. Ugye ezek a különböző fénygyűjtő felületű teleszkópokat mutatják méret arányosan, összevetve egy teniszpályával és egy kosárlabda pályával, ami ugye mutatja, hogy nem magyar volt a vizualizáció megalkotója, hiszen akkor nyilván itt egy futballpálya lenne a jobb alsó sarokban. És ezekhez képest mekkorák a legnagyobb távcsövek? Itt a háttérben egy ilyen nagy szürke fánk, a soha meg nem valósult Overwhelmingly Large Telescope projektnek a 100 méteres távcső tükrét próbálja szimbolizálni, de amiről ma fogok beszélni, az két rész. Egyrészt a létező óriás teleszkópokat mutatom meg, hogy miért is szeretjük őket, ezekről, amiket itt most bekarikáztam, vagy hát begörbevonalaztam, meg majd erről a három nagyról, amik most épülnek, most állnak ki kifejlesztés alatt. Na, ezekről fogok majd mesélni. Ugye ma a jelenleg ebben a pillanatban az igazán nagy teleszkópok egy elég szűk mérettartományba esnek, 8-10 méteres tükörátmérőjek. Ugye Grand Telescope de Canarias balra fönn, 10 méteres, az 10,4 méteres, az a legnagyobb tükrű teleszkóp. A Keck dupla 10 méteres, Subaru 8 méteres Hawaiian, Hobby-Eberly teleszkóp 11 méteres, Large Binocular teleszkóp 2,6 méteres, összesen 12, ha úgy tetszik. A Very Large Telescope 8 méteres, 4 darab. South African Large Telescope 11 méteres, pont mint a HET. Gemini South meg Gemini North 2 8 méteres teleszkóp. Tehát a 8 méter, ez visszaugranék,
Ez visszaköszönt, tehát a 8 méteres méret, ez egy nagyon tipikus, hát nem véletlen, ekkora, amit egybe tükörként meg lehet csinálni. Tehát igazából ez a legjobb tükör, legjobb hő termális tulajdonságokkal, hőtágulással bíró anyagból készíthető tükör méret maximális méret. Ez a 8-8,4 méter. Kevés helyen van egyáltalán a Földön olyan laboratórium, például a Stuart Egyetemnek, a Arizona Egyetemben a Stuart Observatory tükör laboratórium, ott 8,4 méteres tükröket gyártanak. Ez a kevés helyen van, és ez a 8 méter, ez akkor a fizikai korlát. Az a néhány nagyobb, 10-11 méteres, ezek már mind mozaik tükrök, kisebb tükrökből kipakolva, összerakva egy nagyobb, ugye a kekkeknél klasszikusan, ugye a 10 méteres az már ilyen kisebb, ha jól megszem, másfél méteresekből 30-valahány összepakolva. Ugye ezek az óriás teleszkópok, amik ma a földi optikai csillagászatnak a csúcs műszerei. Ezek nem városok határán vannak, mint a Schwab-Hale csillagvizsgáló, hanem messzi hegyek, szigetek, csúcs, messzi szigeteken vagy távoli hegycsúcsok tetejére épültek meg, és valójában két fővárosa van ennek a területnek a világban. Az egyik Mauna Kea-n, a Hawaii-szigeteken, egy remélhetőleg kialudt vulkánnak a tetején, tehát a Hawaii-szigeteken nagyon aktív vulkánosság van, a Mauna Kea is egy vulkanikus hegy, és hát fogalmazunk úgy, hogy sokan dőlnének kardjukba az asztropopulációból, ha ott most hirtelen megnyílna a Föld és kitörne egy vulkán. Azt mondják az okosok, hogy ennek az esélye rendkívül kicsi, én hiszek nekik. Na, a lényeg az, hogy a Mauna Kea-n, Hawaii-szigeteken 4200 méter magasan ott vannak távcsövek, ezeket a Google Maps is ismeri, ember bezúmol a műholdképen, akkor kiírja, hogy hol van a Keck Observatórium, a NASA Infrared, a Canada-France Hawaii, a Subaru-t valami miatt nem tudja, de hát itt vannak a hegycsúcson mindenféle szép nagy távcsövek. Tehát Hawaii az egyik főváros. A másik főváros az egy fő országnak is nevezhető, Chile. Chilében a csendes óceántól valójában légvonalba 20-25 kilométeres távolságban, tehát tényleg nem messze, vannak különböző helyek, La Silla, Cerro Paranal, ott vannak kicsit bejebb, és vannak amerikaiak, az európaiaknak ugye Paranal, Almahely, La Silla, amerikaiaknak Las Campanas, Cerro Tololo és Pachón. Tehát ezek a különböző hegycsúcsok, ezek hegycsúcsoknak a nevei, ahol távcsövek, ezek az óriás távcsövek találhatók. És ha megnézzük, ez itt az 500 kilométer, hát minden La Silla az olyan nagyjából talán még 50 kilométerre sincs, Paranal pedig 23 kilométerre van a csendes óceántól. Mind Hawaii, mind Chile azt tudja, hogy azon a szinten, ahol ezek a hegycsúcsok vannak, a földi légkör nyugodtsága rendkívül jó. És mellette nagyon sokat derült az ég. A sok derült ég az még nem elég, meg az sem, hogy sötét egy hely. Ausztrália például egy meglepően sötét hely, fényszennyezés szempontjából, egyébként egy kiváló ország, imádtam ott élni, de a maga a kontinens az nagyon sötét, hiszen nincsen belakva egyáltalán. Nagy sivatag az egész országnak a 90%-a. Néptelen terület az ország 90%-a. Ennek ellenére mégsem ott épültek meg gigantikus teleszkópok, mert hogy Ausztrália fölött állandóan van egy nagyon erős jet stream, egy ilyen magas légköri nagysebességű szél, ami miatt állandóan nagyon pocsék a légköri nyugodtság az ausztrál observatóriumok egén. Chilében is, és Hawaiian is, kulcsmomentum a légköri nyugodtság, szakszóval a seeingnek a jósága. A csillagok tényleg pontszerűek, élesek egy bizonyos határig. A legélesebb képeket itt lehet készíteni. Még ezek sem diffrakció limitált képek, tehát még itt is van turbulencia a földi légkörben, de legalább a kiinduló pont az meglepően jó, és száraz a légkör, magasan van, sokat derült, de azért elmondom, hogy például ugye a 8 méteres VLT egységeknél, amelyek ugye Paranal hegyén találhatók, ott például egyik évvel kiderült, hogy megszívták, mert hogy behavazott, és hát nem volt a tükröknek fedő lemeze, mert azt gondolták, hogy soha nem fogott havazni. És aztán a hó bement az épületbe, és a tükrök felszínére is jutott a hirtelen jött hózáporból. Tehát az Európai Déli Obszervatóriumnak Paranal egyértelműen a központja, négy darab 8 méteres óriás teleszkóppal,
amelyek már a bevezetőben említett VLTI-t is működtetik, a VLT interferométert, ez a közelmúltban kezdett el működni úgy, hogy a 4 darab 8 méteres távcsőnek a fényét, illetve 4 darab ilyen 1,8 méteres segédteleszkópoknak a fényét, ezeket auxiliary, tehát segédteleszkópoknak hívják, lehet egyesíteni egy hatalmas interferométerbe, és egy olyan fölbontást lehet elérni, mint hogy ekkora távcsövünk lenne, egy ilyen 140 méter átmérőjű távcsövünk. Tehát a kérdés az, hogy miért is használjuk mi ezeket az óriás teleszkópokat, és miért építünk egyre nagyobbakat és nagyobbakat? Ez a rendkívül elcsépelt, nagyon ócska vicc, hogy miért a mérlet a lényeg? Kell az átmérő a nagyon éles képekhez. Akarjuk a finom részleteket? Igen. Akkor a fény hullám természetéből adódóan van egy fundamentális korlát, amit a távcső átmérője és az alkalmazott hullámhossznak az inverze aránya határa, amit a lambda per d, tehát a hullámhossz per távcső átmérője határoz meg. Adott hullámhosszon, ha kétszer akkora lesz a távcsőnk átmérője, akkor kétszer élesebb képeket készíthetünk elvileg, hogyha csak a fény hullám tulajdonságait vesszük figyelembe. Nagyon halvány dolgokhoz is fényvödrökre van szükségünk. Ugye a klasszikus példám, hogyha én vízminőség ellenőr lennék, és az lenne a feladatom, hogy mondjuk budapesti esővíznek a kémiai összetételét elemezgessem, és elkezd esni az eső. Akkor kirakok egy icipici poharat, hogy na, akkor ebbe esik az eső, ebbe essen az eső. Vagy kirakok egy nagy vajlingot, hogy na, essély, eső, majd összeszedek belőled egy litert. Nyilvánvalóan egy vajlingot fogok kirakni. Tehát a nagyon halvány forrásokból éppen-éppen érkező fotonoknak a detektálása, az kellenek a fényvödrök. Tehát ezért kell nagy, ezért is kell nagy átmérő. A fölbontás az átmérővel egyenes arányban nő, egyenes arányban javul, a halványság pedig négyzetesen. Kétszer akkor a tükör átmérővel négyszer halványabb dolgokat lehet észrevenni. És hát bizony, az is egy fontos dolog, hogy nagyon sokat valamiből, hogyha fel akarjuk mérni az egészet, akkor nagyon sokat is szeretnénk detektálni, mert hogy már lehet látni, hogy a nagy adatok korszakában nem csak az éles, nem csak a halvány, hanem nagyon sok is elárulhatja a természeti törvényeket. Ugye nagyon éleshez lézer műcsillagos adaptív optikai rendszer szükségeltetik, és az összes most épülő óriás teleszkópnál ez lesz az alapgondolat. Ugye a földi légkör, már említettem azt, hogy eltorzítja a csillagok képét. Ugye bejön a csillagról a fény, mondjuk ez a szép egyenes hullámfront, földi légkör turbulál, a távcső maga ezt életlen képként detektálja. A lézer nyalábos adaptív optikán az történik, hogy a földi légkörben 90 km magasságban létrehozunk egy pontszerű forrást, ott van egy ilyen réteg, ahol a nátrium atomokat lehet gerjeszteni, és egy jól kollimált, fókuszált lézerrel lehet egy piciny pontszerű foltot létrehozni, és egy folyamatosan másodpercenként több százszor módosított alakú, deformálható tükörrel úgy torzítjuk a távcsövünk képalkotását, hogy az pont kiegyenlítse a légköri torzítást. És így a lézer nyalábos képtorzítás, visszatorzítással el lehet érni a diffrakció limitált fölbontást. Ugye egy méter, egy 10 centis távcsőnek egy ív másodperc a fölbontása. Egy méteresnek 10-szer akkor 1/10 ív másodperc. A 10 méteresnek, ami most a legnagyobb, elvileg a diffrakció limitált fölbontása látható fényben a 100 ív másodperc, tehát a 10 méteresnél. Egy 40 méteresnél már az 1000 ív másodpercek tartományába megyünk le. De hogy ezt meg lehessen csinálni, mindenképpen kell ez a lézer műcsillagos adaptív optikai rendszer. Ha ilyenünk van, például a Subaru 8 méteres japán teleszkópon, Mauna Kea-n van ilyen, akkor akár még közepes infravörös hullámhosszakon is ilyen szép, jó fölbontású képeket lehet készíteni a Saturnusról. Senkit ne tévesszen meg, hogy ez egy viszonylag életlennek tűnik az optikai, mondjuk HST képekhez képest, ez közepes infravörös tartomány, tehát néhány mikronos hullámhosszakon van, adaptív optika nélkül ez sem menne egy 8 méteres távcsővel. A nagyon halványra, ugye a fényvödörre szükségünk van, egy példa az ESO
Very Large Telescope egyik eredménye, egy Z1 10-es vörös eltolódású galaxisnak a detektálása, az ott, itt a fejemtő balra főfelé, az a kis picike, az az, amit igazából egy előtérben lévő galaxis halmaznak a gravitációs lencse hatása is kellett hozzá, hogy egyáltalán lehessen detektálni különböző hullámosszakon. Itt nem látszik, itt látszik, aztán megint csak alig-alig látszik. Ez egy olyan korszakból származó galaxis, amikor az univerzumunk alig fél milliárd éves volt. Tehát a nagyon halvány, az tipikusan nagyon messze van. Tehát amikor a nagyon éles mellé beteszem azt, hogy én nagyon halvány dolgot is szeretnék nagyon élesen látni, akkor valójában benne van a vizsgálatokban az, hogy én szeretnék az univerzum peremeig ellátni minél jobban. Ehhez is kell a nagy távcső. A nagyon sok pedig ugye az égbolt felméréseknél, amikor az egész égről akarunk információt szerezni. Ugye korábban LSST néven futott, most már a Vera C. Rubin Observatory néven fut, egy 8,4 méteres dedikált teleszkóp, ami hatalmas látómezővel 3,5 fokos képeket fog majd rögzíteni a jelenlegi csillagászat legnagyobb mozaik kamerájával, ez nem egy hobbit, hanem egy normál méretű ránézésre hölgy, mellette maga a CCD kamera, ami a primér fókuszban lesz található. Ezzel 10 éven keresztül 2022-től az egész eget fogjuk nagy határfényességbe, időtartományba vizsgálni. Nagyon éles, nagyon halvány, nagyon sok. Ez a három motívum, ami az óriás teleszkópokat hajtja. Hol tartunk most? Mi az a három projekt, és melyek fognak ezek, milyen sorrendben fognak ezek megvalósulni, ha egyáltalán? Na hát ez a piros vonal, ez leginkább a nagymama által szőtt, vagy nem szőtt, mi az, amikor a kis tűvel adtam? Köt, köszönöm szépen. A nagymama által kötött karácsonyi zoknira emlékeztető körbe rajzolás. Na, a legnagyobb, erről fogok mindjárt beszélni, ez az Extremely Large Telescope. Na, szerintem ez fog legelőször megvalósulni. Van mellette még a 30 Meter Telescope, ami 30 méteres távcsövet jelent, illetve a Giant Magellan Telescope, az óriás Magellan Telescope. Legnagyobb esélye szerintem, és nem csak szerintem, sokak szerint, az Európai Déli Obszervatórium projektjének van, ESO ELT, ugye Extremely Large Telescope, hát extrém nagy távcső. Rettenetesen sok adat elérhető erről a programról az elt.eso.org honlapon. Ugye itt ez egy fantáziakép, ez most épül. Most azt gondolják az ESO munkatársai, hogy nagyjából 1,5 milliárd euróba kerülő óriási infrastruktúra 2025-re fog megvalósulni, és akkor lesz a First Light mérés. De mindenesetre a lézernyalábok mutatják, hogy ez is tényleg egy lézerműcsillagos, adaptív optikás óriás műszer lesz. 40 méteres, vagy hát 39 méteres távcső tükrét összesen majdnem 800 darab 1,4 méteres tükör mozaikszerű kirakásából fogják összeállítani. És ha itt most egy pillanatra eltűnünk, akkor lehet látni, hogy a VLT-hez képest mekkora lesz ez a szerkezet. VLT 8 méter paranálon, illetve ez pedig az ELT mellette. Vannak még az interneten mindenféle összehasonlító képek, hogy hogy néz ki a Colosseum mellett, meg az Eiffel-torony mellett, tehát bazi nagy, na maradjunk ennyibe, nem kell ezt nagyon cifrázni. A lényeg az, hogy egy nagyon sok tükrű rendszer lesz, aminek a különböző műszerei lesz, különböző műszereivel különböző dolgokat lehet majd vizsgálni, de mindegyiknél közös az, hogy ezt az óriási fényvödröt fogják majd használni. Ez egy mozgatható, tehát az égen lényegében bárhova irányítható távcső lesz. 5 nagy tükre lesz, és ha megnézzük a számokat, itt ez a helyzet, amikor a számok azok sokkal többet mondanak bármiképni. 39 méteres átmérőjű fénygyűjtő felület, aminek a felülete 978 négyzetméter, az 100 darab, vagy bocsánat, 10 darab 97 négyzetméteres luxus lakás. Tehát ez egy szép nagy felület. Ugye a mozaik főtükör 798 darab 1,4 méteres egyedi tükörből fog összeállni, és ezek nagyon szépen diffrakció limitáltan le fogják követni a torzulásokat és az ideális alakot már ezzel is, meg aztán segédtükörrel, főleg a M4 és M5 jelzésű tükrökkel fogják létrehozni. Tehát azért itt is lesz aktív fölfüggesztés. A Zerodur kerámiából készülő tükrök összesen 140 tonnát fognak nyomni, a fókusza a távcsőnek 684 méter lesz. Tehát azt még lefutni se könnyű, a fénynek azért fénysebességgel természetesen menni fog.
A fókuszban, a Naismith fókuszban a látómező potenciálisan 10 IF persze megnövelhető lesz, de a fölbontás, itt ami a kulcs, 40 méter mellett a várható optikai hullámos tartományban 5000 IF másodperc lesz a fölbontása. Az acél és beton országa leszünk, maga a teleszkópban lesz 10 000 tonna acél és 30 millió csavar. Tehát ne kérdezzenek senki, hogy honnan szerzünk 30 millió csavart. Tehát bemegyünk az egyik műszaki boltba, és veszünk 30 millió csavart. Tehát ezek nyilván mind közbeszerzéssel szerzett dolgok. Ugye 3000 méter magasan, 2025-ben fog a tervek szerint megvalósulni, és egyelőre jól haladnak a tervek, és bevallják őszintén az ÉZÓ vezetői, nem cicóznak, ők azzal számolnak, hogy legalább 30 évig ez működni is fog. Tehát ez valójában az évszázadunk második feléig meghatározó szerepet fog játszani az optikai csillagászat földi megvalósításában. Egy darab szimuláció, ami mutatja azt, hogy miért is jó, hogyha van egy ekkora távcsövünk, balról jobbra Hubble űrtávcső a világűrből, a James Webb űrtávcső, ez szimuláció, ez majd idén fog repülni. Jobb oldalon pedig az ELT-nek a képe a Mikado műszerrel. Különböző csillagsűrűségek esetén, hogyha 1 millió csillag van nézeti másodpercenként, ugye ez egy extra galaxisban simán lehet, egy távoli extra galaxisban, 100 000 csillag van nézeti másodpercenként, vagy 10 000 csillag van nézeti másodpercenként. HST, James Webb, ELT. Tehát csak nézzük ezeket végig. Tehát azért remélem mindenki érzi, hogy ebből tényleg, tehát éles, halvány, távoli, és még akár azt is mondhatom, hogy sok dolog lesz látható. Tehát az ELT tényleg a optikai csillagászatnak egy nagyon fontos műszer lesz ebben az évtizedben, és a rákövetkező 3 évtizedben biztosan ott műszeridőt elnyerni, ami nyilvánvalóan ugyanolyan pályázati rendszerben lesz, bár ez nem teljesen nyilvánvaló egyébként, mint a mostani 8 méteresek esetében, hát nem lesz könnyű. Tehát főkőkötni a gatyáját annak a csillagásznak, aki erre a műszerre akar majd távcsidőt szerezni. Viszont ha sikerül, akkor olyat fog látni, amilyet korábban az öreg kaporszakállon kívül még senki nem látott. Tehát itt bármire fogjuk irányítani az ELT-t, ott új dolgokat fogunk felfedezni. Tehát a Nature és a Science magazinok nem fogják szeretni a csillagászokat, amikor az ELT elkezd működni. Már csak azért sem, mert a Mikado az csak egy műszer lesz a sok közül, tehát 5-6 műszere lesz az ELT-nek. Ja, amerikaiak és az európaiak között zajlik már egy 100 éve legalább a nemes verseny, hogy kinek van a legnagyobb, természetesen optikai távcsöve. Ugye 2000-es évek környékén, amikor ez a 8-10 méteres teleszkópoknak elértük a hullám tetejét, ugye Hawaiion a Keck-kel, a Geminikkel, meg délen is, ugye Gemini, Magellan, ugye európaiaknak a VLT, már akkor elkezdték tervezni, na jó, akkor tervezzük a következő nagyot. Hát a mérnök csapatoknak, amikor megépül egy 8 vagy 10 méteres teleszkópunk, át kell tudni adni, hogyha meg akarjuk őket tartani. Ugye Amerikában két program versenyzett, és még mindmáig valójában versenyez a támogatásért, a pénzparipa fegyverért. Ugye a 30 meter teleszkóp az a TMT néven fut. A saját bevallásuk szerint még mindig bíznak abban, hogy 2027-ben esetleg megvalósulhat ez a dolog. A probléma az, ami miatt a kérdel ott van mellette, hogy valójában még Amerika sem engedhet meg magának két darab ekkora bazi nagy távcsövet. Mert ugye mindjárt lesz a Giant Magellan teleszkóp, ugye ami egy időben fut vele. De nagyobb problémák is vannak, ugye Hawaii-ra a Mauna Keát szemelték ki a TMT befogadó helyéül, de ott már évek óta megy a kötélhúzás, ugye a helyi őslakosok ellenállnak. Azt mondják, hogy Mauna Kea az egy szent hegy, és ez tényleg így is van számukra. Már a korábbi obszervatóriumok megépítésekor is mentek a tárgyalások, hogy de mi nem fogjuk a ti isteneiteket zavarni, ti se zavarjátok a mi fotonjainkat. De minden esetre a TMT esetében nagy az ellenállás. Egyáltalán nem biztos, hogy végül Hawaii-szigetekén ez megépül. Most éppen olyan fázisban van, hogy a TMT sorsa lebeg. Most a koronavírus miatt elcsúszott például egy döntés is, amit tavaly nyáron akartak meghozni, na mi is legyen. Ugye voltak, akik lobbiztak, hogy vigyék át Mexikóba, vagy vigyék át a Kanári-szigetekre. Mindenképp az északi félteke mellett szólnak érvek, mert a déli féltekén az ELT az tuti biztos meg fog valósulni. Azt az ÉZÓ akkor kezdte el építeni, amikor összegyűlt a
teljes becsült költségnek a 90%-a. Merészek azért az európaiak, nem volt meg 100%, de azt mondták, hogy ha már elindulunk 90%-kal, valamelyik kormány csak meg lehet pumpolni még a maradék 10%-ra. Hát ez nem egy egyszerű feladat. Na, a lényeg az, hogy amerikaiaknál a pénz sem áll rendelkezésre teljesen, sem a TMT-nél, sem a következőként ismertetendő GMT-nél, de itt a TMT-nél különösen probléma az, hogy a kiszemelt helyszín nem biztos, hogy menni fog. Ugye ez van az, amikor a csillagászoknak kellően érzékenyeknek kell lenni, kulturális érzékenységen keresztül a helybéliek érzéseire is. Ez nem megy föltételül. Tehát lehet, hogy majd egyszer Piszkéstetőn is jönnek majd a hevesiek, vagy a Nógrád megyeiek, hogy na de László, mit keres itt ez a távcső? Hát itt a heves megyei isteneket mint zavarják. Hát ne legyen ilyen. Na! A másik nagy amerikai program, ami viszont halad előre, és van is egy friss hír ezzel kapcsolatban, a Giant Magellan Telescope. Ennek van egy nagyon jó kis honlapja, www.gmto.org. Ők őszintén bevallják, hogy 2029-re várják, egy nagyon érdekes szerelésű teleszkópot építenek, 7 darab 8 méteres távcsőből fogják összerakni az effektíve 25 méteres óriás teleszkópot. Ennek a dolognak, ennek az eszköznek érdekessége, hogy Fűrész Gábor, volt diákom, szia Gábor, hogyha véletlenül egyszer ezt látod, aki már nagyon régóta önálló tudós Amerikában, ugye most az MIT-n dolgozik, és ha jól rémlik, akkor talán egy 30 milliós műszert, vagy 10 millió, nem tudom, tehát több 10 millió dolláros eszköz fejlesztését folytatja erre az óriás távcsőre, a GMT-re. Ugye a GMT-nél büszkén jelentették be március 5-én, hogy elkezdték a 7 főtükör közül a 6-odikat is gyártani. Tehát az első 5 már le van gyártva, most kezdték a 6-odikat, ugye évekig tart ezeknek az egybe tükröknek a legyártása. Tehát döbbenetes belegondolni, ott már egy 8 méteres tükör, ebből 7-et le kell gyártani, és már csak egynek is, amíg megolvasztják, akkor megkívánni, hogy lehűljön, ne legyen benne repedés, feszültség, akkor utána ezt ki kell csiszolni, akkor aztán azt polírozni, aztán azt be kell vonni. Tehát nagyon macera egy ilyen óriás tükröt megépíteni. És aztán majd ebből összerakni azt az egészet. Ugye mivel offaxis tükrökről beszélünk, ezek nem is ugyanolyan alakú tükrök. Tehát középen más felület kell, mint a szélein. Szóval Jézus Mária, tehát nem irigylem azokat, akik ezt bevállalták, de minden esetre ez is Chilében hát készül, és 2029-ben, tehát az évtized végére vélhetőleg pár száz kilométer az ELT-től meg fog épülni. Tehát Chile mindenképpen maradni fog, nem csak a cseresznye termelésnek az egyik globális központja, hanem a csillagászat is, az optikai csillagászat és a rádiócsillagászat szempontjából egyaránt. Záró gondolatként nézzük meg összehasonlítás képét, párologjak is el, mint a vízpára a sivatagba, hogy az európaiak és amerikaiak jelenlegi és tervezett óriásai hogyan viszonyulnak épületek szintjén. Ugye az ESO-nak a Very Large Telescope-ja az így néz ki, a 4 darab egymás mellett, itt a magasság, ugye 20 méter, 40 méter, 60 méter, 80 méter. Mellette az extrém nagy teleszkóp a 40 méteres tükörre, hát gyakorlatilag 80 méteres magasságban lesz a kupolának a teteje. 80 méter, az ugye 2,7 méteres belmagasságú emeletekkel, 3-3,5 méter egy emelet, ez nagyjából 25 emeletes háznak megfelelő magasságú épület lesz. Ugye az amerikaiak a Keck teleszkópok mellé tervezik a 30 méter teleszkópot, ami meglepően kicsi tulajdonképpen, belegondolunk, ha ezt megnézzük. Ugye a 10 méteres Grand Telescopio Canarias, aminek 10,4 méteres tükre van, mellett ez, hát mondanám, hogy ez hát kicsit nagyobb, hát kicsit jobban főfújták a pumpával a kupolát, és háromszor akkora átmérő távcső fér bele. És ugye a harmadiként említett nagy amerikai terv, ugye a Giant Magellan Telescope, ugye lehet látni, ez is testes, combos, tehát ugye ez a felső vonal 20-40, talán 60 méter magasságba húzódik, tehát ez is egy szép nagy szerkezet lesz, amikor megvalósul, akkor a csillagászat az mindenképpen hát új frontvonalakra lesz képes elérni és ezeken áthatolni. Akit érdekel a csillagászat, ha te egy diák vagy és érdekel a csillagászat, jó hírem van, ha jó leszel, sokat tanulsz és ügyes vagy,
akkor 10-15 év múlva ezekkel az eszközökkel esetleg dolgozhatsz is. Nem feltétlen itthonról, de mi mindent megteszünk azért, hogy a Magyar Csillagászati Intézmények ezen eszközök műszereihez is hozzáférhessenek valamilyen formába. Tehát a csillagászat jövője az óriás teleszkópok területén szerintem nem csak a fényszennyezés miatt fényes, hanem amiatt is, hogy halvány égitesteket fogunk szép számmal detektálni. És akkor itt a vége. Jól látom, nagyon hosszú lettem, nagyon, de végül is már készültem, mert másfél órára jósoltam magának a műsornak a teljes tartamát. Szokásos nevek itt mellettem, és hát itt akkor áttérnénk a kérdez-felelek szekcióra. Ugye még egyszer mondom, hogy a ma esti két könyv jutalom az annak jár, aki megmondja, hogy mi ez itt mellettem, és milyen gyártmányú. Tehát nem elég az, hogy mi ez mellettem, hanem milyen gyártmányú. Hogy aztán túl könnyű legyen a kérdés. Mert az elmúlt hetekben voltak túl könnyű kérdések. Itt, ha jól érzékelem, egyébként az oldalkamerával hang problémáink vannak, hadd kérdezem, hogy ne csúszik a hang. Pá, nem akarom emlegetni fenékpusztának egy kevésbé, vagy inkább jobban vulgáris megnevezését. A fene essen bele. Na, hát akkor ez egy kamerával élünk. Na nézzük, jönnek a kérdések. Itt azt mondja, már van is pár. Szarvas András, Laci, mondjad András. A múlt heti éneked annyira bejött a kislányomnak, hogy azóta énekli az Itokavás dalt. Hát ezt nem tekintem kérdésnek, de tovább megyek, kérésnek sem tekintem. Tekintettel arra, hogy a közelemben lévő közelebbi és távolabbi munkatársak egyaránt sírni szoktak, amikor dalra fakadok az élő műsorba. Azt mondja, azt sutogja az egyik közeli munkatársam, hogy ez nem igaz, de van, akit van, akiről tudom, hogy sírni szokott. Szabó Géza. Kedves László. Kedves Géza. A gravitációs hullámokról jut eszembe, hogy maga a gravitáció, a test, bolygó, középpontja felé hat. Most hogyan lehetséges, hogy az, hogy gravitációs hullámokat érzékelnek, ami terjed a világűrben? Ezek szerint a gravitáció kifelé is hat. Feladom! Csak kíváncsi vagyok. Hát kedves Géza, a gravitációs hullámokról, most próbálom, hogy ne húzzuk most itt ezzel az időt, szerintem az élő csillagászatban volt szó már korábban, a korábbi évadban. Most meg nem mondom hirtelen, tehát a Schwab Hét Csillagvizsga a YouTube csatornán az összes benne van, de hogy melyiknél volt a gravitációs hullám, most meg nem mondom, lehet, hogy valaki majd gyorsan elő fogja tudni a stábból keresni. Röviden a lényeg csak az egyébként, hogy a gravitációs hullámok létezése az általános relativitás elmélet következménye. Az einsteini általános relativitás elmélet pedig a gravitációnak egy geometriai elmélete, ami arról szól, hogy a terünk euklidészitől való eltérése, tehát a tér görbülete, az hogyan függ a térben lévő összanyagtól és energiától. És miként a gyorsulva mozgó töltött részecskék sugároznak elektromágneses hullámokat, úgy a gyorsulva mozgó tömegek is sugároznak gravitációs hullámokat, ezáltal például egymás körül keringő, kompakt, nagytömegű objektumok folyamatosan gyorsulnak, ugye a pálya középpontja felé centripetális gyorsulással. Ezáltal gravitációs hullámokat keltenek, amiket úgy lehet elképzelni, egy ilyen fodrozódások a téridőbe, amelyek mennek fénysebességgel kifelé. És úgy sikerült ugye őket detektálni 2015-ben, és ezért 2017-ben járta a fizikai Nobel-díj, hogy kettős fekete lyukak összehaladásánál már akkor a gravitációs hullám csomag keletkezik, és szalad szét az összehaladó fekete lyuk kettőstől fénysebessége kifelé, amit már a mostani földi műszerenkkel, a LIGO lézerinterferométeres gravitációs hullám obszervatóriumában is tudtunk detektálni. A tér görbülete így átfutott a Földön egy 1,2 milliárd fényévre összehaladó kettős fekete lyuk hatására. Eszméletlenül picike az effektus, de a lényeg az, hogy mindez jól érthető és szépen levezethető az einsteini általános relativitás elmélet téregyenleteiből. Ezeket nem vagyok hajlandó 9 óra 8 perckor szerda este elmagyarázni egy kérdez-felelek keretébe. De az biztos, hogy volt több előadás, ahol ezekről több szó is esett, de most nem tudom hirtelen felidézni, hogy mikor.
Barna János. Szép estét, szép estét. Süt kint a hold, hát mi lehetett szebb azt sillagoknak értesítése, te tulajdonságairól. A napfoltok számozása honnan ered, vagy kik adják ezeket a számokat? Ugye egy amerikai szervezet adja ezeket a számokat, a NOAA, ha jól emlékszem, National Observatory, de ebből most nem esküszöm meg, tehát a napfizika, tehát ha, mit tudom én, égitestek vagyunk, a tudósok és a tudományok égitestek, akkor én vagyok a Föld, a napfizika pedig az ősrobbanás. Tehát viszonylag messze vagyunk egymástól, ez a lényeg. Tehát ezt a napfolt számozásnak a rendszerét, megmondom őszintén, várom, hogy hát ha valaki majd beírja, akár a kommentek között is. De ha jól emlékszem, valamilyen amerikai szervezet adja ezeket a számokat. Ugye a kisbolygók sorszámozását is az Amerikában futó Nemzetközi Csillagászati Unió kisbolygó központja végzi. De most nem tudom hirtelen felidézni, hogy pontosan kik adják ezeket a számokat. Szarvas András, a szuperföldön szuperbúza terem? Nem nagyon terem szuperbúza, mert pont a Facebookon valaki kérdezte a kommentbe, és akkor előkerestem az eredeti tudományos publikációt, hogy hány fok van azon a bolygón, és akkor megnéztem a Astronomy and Astrophysics labban megjelent szakcikket, és ott az szerepel, hogy a besugárzása ennek a vöröstörpe szuperföldjének 79-szerese a földiének, tehát 79-szer több napfény éri a felszínét, mint a nap által a földét, és így épeszű albedó föltevéssel élve a bolygó egyensúlyi hőmérséklet olyan 800 Kelvin, ami nagyjából 500 fok Celsius. Az körülbelül a Vénusz felszíni hőmérsékletének felel meg. Hát ha a Vénuszon terem szuperbúza, akkor itt is teremhet esetleg szuperbúza, de azt a szuperbúzát jelenleg még nem ismerjük. Kunok Balázs. Ráadásul magával vitte egy kis szövet darabot a Wright fivérek 1903-as első repülőjéről, tehát ez a szövet darabka már a második égitesten végzett első repülést. Ez mekkora már? Köszönöm szépen ezt a kiegészítést Balázsnak, Kunok Balázsnak, ezt megmondom őszintén, én se tudtam. Most ma is tanultam valamit. Tehát aki nem értette pontosan, hogy miről beszéltem, tehát ugye a marsi helikopter, a kis drón, a fedélzetén volt egy darab szövet darab, ami a Wright fivérek 1903-ban elsőként repülőjéről származik. Ez basszus tényleg mekkora? Na, hát azért, na, történelmi időket éltünk, szoktam ezt mondani, szinte már elcsépeltem, de hát tényleg. Kósa Endre, kedves László! Nekem még az előző előadáshoz van kérdésem, bár ebben is szerepet kapott. Hold okkultációnál a fedés pillanatán ugrik meg a fényintenzitás, és itt van a maximuma. Miért van ez? Nagyobb sűrűségű légkörrel rendelkező bolygóknál teljes fedésnél nőtt meg a fényintenzitás lencsehatás miatt. Valamit elnéztem? A hold okkultációnál ott egész másról van szó. A hold okkultációnál az élen való fényelhajlás eseménye következik be. Ugye a diffrakciós minta az olyan, hogy szokták ilyen lézerfényen rávilágítanak egy ilyen, mi ez, amivel az arcodat kapargatod, és akkor attól nagyon félek, és leszedi a szőrt a fejed. Borotva. Köszönöm szépen. A borotva pengét szokták megvilágítani lézerre, az egy nagyon éles penge. Rávilágítunk lézer, és mögötte egy ernyő megnézzük, hogy milyen kép alakul ki, egy ilyen világos és sötét csíkok, amelyeknél a legfényesebb az középen van, és aztán csökkenő fényességgel jön a dolog. Amikor a hold elé megy egy csillagnak, pont olyan, mint amikor ez a penge oda megy a lézerhez, és akkor mögötte kialakul ez a diffrakciós mintázat. Ez a fényesség maximum, aminek az időskálája a hold föld körüli keringése sebessége miatt ezred másodperc, tehát millisekundum nagyságrendű, ez a diffrakciós mintázat. Amikor a légkörrel rendelkező égitest közepén meg fölfénylik, akkor meg lencseként működik a bolygónak, vagy a holdnak, ugye ott a múltkori példánál a Triton holdat néztük, az égitest légkör egy ilyen gyűrű alakú lencseként lefókuszálja a távoli csillagnak a fényét. Ott akkor azért jelenik meg ez a fölfénylés, mert mint hogyha egy lencsével ránéznénk arra a távoli csillagra. Tehát két különböző optikai jelenségről van szó a két esetben. Konsti, szervusz, hello! Tudsz arról, hogy lesz-e a HST-nek olyan utódja,
amely a teljes funkcionalitását át tudja venni, mert van benne látható fény szenzor a JWST-vel ellentétben. Ugye van több olyan optikai teleszkóp, óriás teleszkóp terv, ami az űrbe fog menni. Ugye a LUVOIR az egyik ilyen, ami optikai, vizuális, infravörös, ilyen exobolygókra optimalizált óriás terv, az is majd csak 2040-es években lesz. Meg van egy másik is. Szóval a belátható időtávlatban nem nagyon van ilyen. Az amerikaiak egyszer előjöttek azzal, hogy van nekik egy 3 méteres tükrük egy űrtávcsőhöz, mert hogy nekik van néhány, csak nem kifelé néz, hanem befelé. És aztán azt mondták, hogy nekünk erre már nincs szükségünk, már nekünk jobb van, és akkor odaadták a csillagászoknak. Ugye ez a W First teleszkópnak a tükre volt, és az is igazából képeket fog készíteni, nem teljes HST funkcionalitással, de az is most éppen hogy áll, azt meg nem mondom hirtelen. Tehát szó-szó, tehát nem mondhatom azt, hogy nem lesz utód, de azt sem mondhatom, hogy tudom, hogy mikor lesz ilyen utód, és senki más sem tudja a Földön ezt. Olá István, hello! A meleg levegő oszlop emelkedő légmozgása is a légkör hullámzását idézi elő. Ezt hogyan korrigálják? Hát úgy, hogy éjjel észlelünk, és a meleg levegő oszlopok olyan nincsenek, vagy hát lenyugodnak, mert lehűl a légkör. Tehát ugye a tipikusan a seeing, tehát a légköri turbulenciák, ezek ilyen örvények. Ezeknek különböző ilyen rétegekben vannak, különböző szinten, különböző típusú örvények. Legtöbb csillagászati obszervatóriumnál, a földinél, az alsó 30-40 méter az, ahol a legnagyobb turbulenciák vannak. Erre például egy megoldás, hogy egy toronyra fölteszik a távcsőt. A McMath nap távcső Amerikában azért van egy ilyen 40 méteres torony tetején, hogy meg egy tó mellett, hogy a seeingnek, az alsó légköri színnek a turbulenciáit ból kiemelkedjen. Az ilyen hegycsúcsokon, meg ilyesmiken, ezek éjjel az ilyen típusú nem emelkedő légáramlatok elvileg, legalábbis az én ismereteim szerint nem lépnek föl olyan mértékben, vagy olyan hatásban, hogy azokkal kelljen valamit kezdeni. Hanem ezek a folyamatos turbulenciák ott a több kilométer magasságban, na azok, amik kegyetlenül el tudják rontani a képet. És hát a helyzet az, hogy egy optikai csillagászatban a seeing az úr. Piszkéstető itt Magyarországon, 950 méter magasa, messze van Budapest, valójában annyira pocsék szokott lenni a seeing nagyon sokszor, hogy 2-3-4 ív másodpercesre fölfúvódik a csillagok képe. Én azt szoktam mondani, hogy szerintem piszkéstető spektroszkópiára sokkal alkalmasabb, mint képalkotása. Egy másik kérdés, hogy szép munkát végeznek a kisbolygósok, a csillagok fényváltozásait mérő, szupernova vadászok, szép dolgokat lehet csinálni innen is, de azért a seeing az úr. Tehát a legélesebb képeket nagyon ritkán lehet mondjuk Magyarországról készíteni. Konsti. Arról többször hallani, hogy szerte lévő rádióteleszkópokat összekötve szimulálni lehet, mint egy földméretű, de legalábbis nagy teleszkópunk lenne. Optikai teleszkópokkal lehet bármi hasonlót csinálni? Igen, lehet. Optikai interferometriának hívják. Ugye a VLT interferométernél ezt említettem is. Az északi féltekén a legnagyobb optikai interferométer, vagy közelinfravörös kvázi optikai interferométer a Csarának a Wilson-hegyi eszköze, ami 6 darab 1 méteres távcsőnek a fényét köti össze, és ilyen interferencia képek elemzését lehet megcsinálni. Ott a legnagyobb bázis vonal 330 méter, tehát igazából ott úgy tudunk fölbontani csillagok mondjuk felszíni alakzatait, korongon foltokat, mintha lenne egy 330 méteres teleszkópunk. A technikai nehézségek miatt kellett várni egészen a 2000-es évekig, hogy az optikai interferometria, ez tényleg egy felnőtt tudományág legyen, mert hogy a helyzet az, hogy a különböző távcsövek között a fényút különbséget a hullámhoz töredékére ki kell kompenzálni. Tehát pont ugyanannyi utat kell megtenni a egyik távcsőtű, másik távcsőtű, harmadik távcsőtű és a fénynek, hogy aztán ott tényleg kialakuljon interferencia. A természetes fényforrásoknál, ugyanis a koherencia hossz, hogy a képes kialakulni interferencia kép, az néhány hullám hossznyi mindössze. Véletlen fázisban jön a fény a csillagok, nem lézerek a csillagok, nem lézerfényforrások. Tehát ezért aztán nagyon precízen kell ezt a fényút kompenzációt csinálni, és ez gyakorlatilag 2000-es évekig nem volt lehetséges a nagyon rövid optikai hullámhosszakon. Szabó Roland. Szia, Laci.
Szia, Roland! A James Webb űrteleszkóptól mit várnak a csillagászok? Mennyivel lesz jobb, mint a Hubble? Hát sokat várnak tőle a csillagászok, sokkal jobb lesz. Ez a rövid válasz, sokkal hosszabbat most nem is tudnék elmondani, hát ugye más jellegű infravörösbe fog működni az optikai HSTS képest, 6,5 méteres tükör lesz a 2,4 métereshez képest, de a hullámhossz az hosszabb lesz, tehát nagyjából hasonló fölbontású lesz, kicsit jobb fölbontású lesz azért, mint a HST, ezt azért mindenképpen lehet mondani. A fénygyűjtő képessége masszívan nagyobb lesz, hiszen 6,5 × 2,4, az nagyjából olyan 2,5, annak a négyzet az a nagyjából 6-szor több fényt fog összegyűjteni, mint a HST. Tehát sokkal jobb lesz. Körülbelül nagyságrenddel jobb lesz, mint a HST, azt kell, hogy mondjam. És mivel infravörösben mér, ezért a hideg helyekre, a csillagköli korongokra, a kialakuló bolygókra, és a nagyvörös eltolódású távoli univerzumra egyaránt érzékeny lesz. Tehát a James Webb az egy nagyon szexi űrteleszkóp lesz, amikor majd elindul. Illés Barnabás. Az nem lehet, hogy a keresett sötét anyagnak tulajdonított gravitációs hatásokat apró fekete lyukak okozzák? Itt és most visszautalok, itt most kénytelen vagyok visszautalni, a múltkor, kettővel korábbi gravitációs lencsés élő csillagászatra, ott ezt a sötét anyagot, meg azt, hogy mi okozza a sötét anyagot, ott részletesebben diszkutáltam. Azt ismételném meg, amit két héttel ezelőtt az akkor élő csillagászatban mondtam. Ugye a Schwab egy csillagvizsgál YouTube csatornán az összes élő csillagászat elérhető, meg hát a Facebookon is előkereshető, de én a YouTube felé terelem a népeket, mert ott sokkal nyugodtabban lehet nézni videókat, mint a Facebookon. Gyere, Balázs! Szia, Laci! Szia, Balázs! Az ézó ELT-vel mit vizsgálnál meg, ha lenne rá egy lehetőséged? Hé, Istenem, hát most mit mondjak a szomszédasszony? Tehát az nem lenne rá lehetőség. Hát 5000 másodperc, ugye 200 vagy 100 parszekről egy csillagászati egység távolságban föl tud bontani a dolgokat, tehát bolygókat meg lehet nézni. Nem tudom, igazából kicsit luxus lenne, de én a Hale-Bopra kíváncsi vagyok. Ugye a Hale-Bop üstököst mi a 2000-es évek első évtizedében Ausztráliából rendszeresen követtük a egy-két méteres távcsövekkel, és ez egy nagyon kis érdekes üstökös volt. Én megnézném, hogy most mit tud, hol jár, mert szerintem halvány már a HST-hez. Meg hát nyilván egyébként a Borisov is érdekes lenne, meg ELT-e meg lehetne nézni. De hát 25-ben hol lesz már akkor a Borisov? Nem lehet már akkor megnézni a Borisovot. Hát nem tudom, most így hirtelen, hát nem, tényleg nem tudom, hogy mit néznék meg. Valami nagyon, hát egy gömbhalmazt, azok szépek, vagy planetáris között. Valami, ami szép látvány, és nagyba kinyomtathassam a falamra. Forró Péter. Miért nem működhet a 100 méteres átmérőjű cső? Azért, mert rohadt drága lett volna. Tehát igazából ott a 90-es évek végén az Overwhelmingly Large Telescope-ból az európai csillagászok nagyot álmodtak, és aztán föllettek ébresztve, hogy uraim, hölgyeim és uraim, erre nem lesz pénz soha, és még a technológia sem áll rendelkezésre. Tehát valójában elsősorban financiális okok miatt, másodszorban technológiai okok miatt bukott az Overwhelmingly Large Telescope, tehát a 100 méteres tükörátmérő optikai teleszkóp terv. Maga az ELT is nagyon sokáig kérdéses volt. Ott kimondottan a nagy politika is belekerült a témakörbe, amikor Brazília ézó csatlakozása volt a témakör, és Brazíliában a belpolitika elkaszálta az ország csatlakozását az Európai Déli Obszervatóriumhoz, és Brazíliától pedig sok pénzt vártak az ELT-hez, és akkor ott aztán elborultak tekintetek az ESO adminisztráció, amikor kiderült, hogy Brazília nem fog belépni. Na mindegy, a lényeg az, hogy technológia és pénz, de elsősorban én azt gondolom, hogy a pénz. A technológia nem volt meg még 20, még 10 évvel ezelőtt. Én emlékszem, hogy még Ausztráliában dolgoztam, tehát a 2007-89 során hallottam kétkedően kollégáktól, hogy tehát még nem létezik az az adaptív optika, ami kell egy 40 méteres távcsőhöz, egy 30 méteres távcsőhöz. Ez nem fog soha megvalósulni. Ma már úgy tűnik, 12-3 évvel később, hogy de hát nyilván kellett beletenni kutatást és fejlesztést egyaránt. Tóth László, űrteleszkópról nem esett szó, lehetne néhány gondolatot? 9 óra 23 perckor elnézést kérek, ezzel nem szeretnék most űrteleszkópokkal foglalkozni, mert ez egy külön akkora téma, hogy arra térjünk vissza majd egyszer máskor. Jók, nyilván a csillagászat az űrbe megy. Sok oka van annak, hogy a űrbe teszünk teleszkópokat.
Alapvetően az okozza, az egy nagy limitáló tényező, hogy egy ugyanakkor a átmérőjű teleszkóp az űrben nagyjából 1000-szer annyiba kerül, mint itt a Földön, és nem lehet oda menni bármikor megjavítani, megszerelni, szervizelni. A HST volt az egyetlen, amit a NASA bevállalt és szerviz missziókkal, az űrsiklóval ugye javították időnként, de amúgy az összes többi fölmegy, és aztán vagy működik, vagy nem. És egy idő után nem működik, és űrszemétté válik. A Földön meg akár 50-60-100 évig is lehet működtetni dolgokat, tehát mindenképpen fönn kell tartani a földi teleszkópokat is. Mert fényvödröt az űrbe fölvinni sokkal-sokkal nehezebb. Novotny Gergő. Szia, Laci! Szia, Gergő! A mozaik tükrös távcsek képe különbözik majd a 7 darab 8 méteres tükrös kialakítástól másra használtuk, vagy ez csak egy technikai részlet? Amennyire én értem a GMT-nek, mert erre vonatkozik a 7 darab 8 méteres, ugyanaz, csak a mozaik másképp rakódik össze. Tehát ott azt mondták, hogy nem vacakolunk több száz, közel 1000 kis tükröcskével, hanem, ami persze mindegyike külön-külön is nagyobb, mint a legnagyobb magyar távcsőtükre, hanem azt mondták, hogy na, akkor rakjunk hetet össze nagyon precízen. A kép az kép. Tehát ezek úgy vannak összerakva, úgy lesznek összerakva, hogy rendes képalkotás történjen. És akkor már mindegy, hogy hogy alakul ki. Hogy a kekkel is jó, normál képeket rakunk össze, pedig az is mozaik tükör. Kovács Balázs. Szia, Laci! Szia, Balázs! Egy magnetárnak miért van mágneses tere, mikor csak semleges neutronok alkotják? Ugyanezt a kérdést valaki már egyszer feltette, szerintem szó szerint ezzel, és akkor is azt válaszoltam, hogy azért, mert a neutronoknak is van mágneses dipolmomentuma. Tehát nincs töltése, de mágneses dipolmomentuma van, tehát lehet mágneses tere a neutroncsillagnak is. Kósa Endre, kedves László, van magyar részvétel, műszerfejlesztés, kivitelezés tekintve jó költséges lehet elvinni ilyen helyekre az áramot, infrastruktúrát, elég remete élet lehet ott. Hát akik ezeket a teleszkópokat használják csillagászként, a legritkább esetben megyünk oda. Már ott helyszínen teleszkóp operátor, illetve észlelő csillagász, ügyeletes csillagász végzel az adatgyűjtést, mi csak interneten keresztül megkapjuk. Magyar részvétel az ELT-nél, az interferométernél, a Matisz műszernél van, a Csillagászat Intézetben Ábrahám Péter és Népi zenekara, különböző EU-s pénzekből, H20-as és most már Horizon Europe pénzekből, ilyen részegységek, részalkatrészeihez tervezési feladatokat és hasonlókat végeznek el. Tehát rálátunk, úgymond, a holland vezetésű műszerépítő konzorciumban benne van a Csillagászat Intézet. De nyilvánvalóan egy 1 milliárd eurós, vagy másfél milliárd eurós projektbe mi kisfiúk vagyunk. Kisfiúk és kislányok vagyunk. Mennyi kérdés van még, Jézus Mária? Konsti. Hol voltam? Elvesztettem. Hol vagyok? Mi vagyok? Laci vagyok. Próbálok valami szabad verset költeni. Maga mindent kétszer mond. Amerikai és európai távcsövek haszna Konsti. Konstantának nagyon hülye filmnek is az a címe. Amerikai és európai távcsövek használta, mennyire van átjárás amerikai és európai tudósok számára? Vagy mindenki mindegyikkel dolgozhat? Ez egy nagyon jó kérdés. A helyzet az, hogy az amerikaiaknál is van, ami inkább a műszerépítő konzorciumok számára elérhető, a európaiaknál is van az, hogy garantált műszeridő azoknak, akik megépítették a műszert, de ilyen szabad pályázati rendszerben elnyerhető műszeridő az létezik. Európai, meg az amerikai távcsöveknél is. Az Európai Déli Obszervatórium az egy nagyon különleges és érdekes állatorvosi ló. Ott ugye az szokott lenni az elvárás, hogy a műszeridő pályázatot egy tagország béli csillagász vezesse, vagy legalábbis domináljanak. De ez sem mindig vehendő szó szerint, tehát viszonylag vannak szürke zónák. Tehát mi magunk, magyar csillagászok is szoktunk távcsidőket elnyerni úgy az Európai Déli Obszervatóriumban, hogy mi nem vagyunk Magyarország még tag az Európai Déli Obszervatóriumban. Úgyhogy van rá lehetőség, néha ügyeskedni kell a rendszerbe. Az, ami a lényeg, hogy a távcső időt elnyerni, az egy nagyon komoly siker. Mert hogy versenypályázati rendszerben történik a műszeridők odaítélése. Ami azt jelenti, hogy tipikusan fél évente, tehát 6 havonta
vagy 12 havonta lehet pályázni egy jövőbeli 6 hónapos vagy 12 hónapos periódusra projektekkel. A legjobb műszerekre a oversubscription, a túlpályázási arány, az nyugodtan lehet 2, 3, 8, akár 20-szoros is. A Hubble űrtávcsőre 20-szor annyi igény szokott beérkezni, mint amennyi rendelkezésre áll. A földi óriás teleszkópoknál tipikusan 2, 4, 6 körüli a túljelentkezés a műszerpályázatoknak. Tényleg csak a legjobbak tudnak bejutni. De amikor és akkor ezeket különböző bizottságok, ilyen értékelő testületek bírálják el, rangsorolják, és a rangsorban a top, mit tudom én, top, a felső harmada, negyede az, amelyik mondjuk tipikusan nyerni szokott, na hát oda kell bekerülni. Ugye, ami sokat segít, az az, hogy minket, magyar csillagászokat is szoktak fölkérni, például az Európai Déli Obszervatóriumtól, de akár amerikai űrteleszkópoknál is, hogy szolgáljunk, mint távcsőidőosztó bizottsági tag. Én magam is szolgáltam az Európai Déli Obszervatóriumban bíráloként, pályázati bíráloként. Szabó Róbert, mostani igazgató, Ábrahám Péter, Mária Lugáró, Kóspál Ágnes, ugye ő a Röntgennél, nem a Csandránál, a XMM Newtonnál volt talán műszerosztó bizottságban tag. És azáltal, hogy mi látjuk, hogy ez hogy megy, megtanuljuk azt, hogy milyen pályázatok azok, amelyek nyernek, és ezt a tudást át tudjuk adni a kollégáinknak, diákjainknak, témavezetettjeinknek. Tehát ennek van egy saját kultúrája, egy saját rendszere, hogy hogyan lehet ezekre a óriás távcsőekre időt elnyerni, és aztán abból jönnek ki a tudományos eredmények. Hát ennek megvan a saját technikája. Csercsik Rita. Kedves László. Kedves Rita. Az optikai interferometri esetén mennyire csökken le az érzékenysége a detektálásnak egy ténylegesen akkora átmérő tükörhöz képest? Lehet ezt a hatást valahogy kompenzálni? Fotoelektron sokszorozó. Ha belenne kapcsolva a rendszerbe a taps automata hang, akkor itt most egy hatalmas nagy tapsot tennék, vagy adnék Csercsik Ritának, mert ez egy bazió kérdés. Nagyon jól rátapintott kedves Rita arra, hogy az optikai interferometriánál oké, hogy a fölbontás akkora, mintha, de a kitöltöttsége annak az átmérőnek icike-picike, tehát nagyon-nagyon kis határfényességgel működik az optikai interferometria. Amikor én a Csarán dolgoztam 2007-ben, ott voltam és mindenféle vörös szuperóriás csillagot mértem, a helyzet az, hogy a legfényesebb néhány tucat csillag volt az égen alkalmas egyáltalán arra a kísérleti technikára, amivel csillagkorongok felszíni részleteit vizsgáltuk. Tehát a helyzet az, hogy nagyon lecsökken az érzékenység, és igen, a VLT-vel is, amikor interferométerként használják ilyen görögbetűs csillagok, na jó, ott azzal már esetleg le lehet menni 9-10 magnitudós csillagokig, de a 25-26 magnitudós határfényességű normál képekhez képest szánalmas az elérhető határfényesség interferometriával. És ezzel nem tudunk mit csinálni. Egyszerűen nem tudunk. Tehát kell az interferogramok kialakulása, az kell a fotonáram. Tetszik, nem tetszik. Úgyhogy ez egy nagyon jó kérdés volt. Egyébként az optikai interferometriáról magyarul lehet bővebben olvasni a Magyar Tudomány nevű lapban, a Magyar Tudományos Akadémia havi lapjában. Tavaly, vagy most évelején, vagy tavaly évvégén ennek Kóspál Ágnesnek a cikke, képalkotás optikai interferometriával témában, meg én magam is írtam pár évvel korábban, még korábban, 2013-14 környékén. Tehát az ember beírja a Google-ba, hogy optikai interferometria, Magyar Tudomány, akkor kijönnek ezek a cikkek, ahol lehet bővebben olvasni erről a témáról. Tóth László, utolsó kérdés. A Gaia nem teleszkóp hogyan működik? MC egyik előadásán nem értettem a működését. Ugye a Gaia az egy asztrometriai műhold, 9 óra 32 perckor, 30 másodpercnél nem vagyok többet hajlandó rászállni. Gaia az egy asztrometriai űrobszervatórium, ami folyamatosan pörög, nagyon precízen ismert módon forog 6 óránként megtéve egy fordulatot. Két látóirányból nézi a csillagoknak a képét, egy CCD mozaikra gyűl össze két irányból a kép, és miközben forog, nagyon pontosan megméri a csillagok áthaladási idejét a távcső látó mezejében, a CCD mozaik síkjában.
Maga a forgásnak a tengelye az precesszál, és így a körbeforduló forgástengely és ráülő hatórás forgással néhány hónap alatt leszkenneli az egész eget, és aztán kezdi előre. Tehát a lényeg az, hogy áttransformálja az égi helyzet mérését időmérésé. Tehát, mikor ment át a távcső, látom, ezért egy csillag. És ezt megcsinálja 2 milliárd csillagra, 5 éven keresztül, csillagonként 80-100 alkalommal, ebből az idősorból, tehát időpontoknak a sorozatából kiszámítható az égi koordináta. Nem véletlen, hogy nem értette kedves László ezt a dolgot, mert ez egy nagyon komplikált számolás. Már korábban a Hipparchosz is ezt csinálta, 89-93-ig, és a második adatredukciót Van Leeuwen csillagász egy 300 oldalas könyvbe írta le, és ott van minden részlet, de ez egy 300 oldalas, nagyon technikai könyv. Tehát nem véletlen, hogy ezt nem értette. Játék. Csabai László, Brunswick Maschinen Werke mechanikus számológép, a legelső azonnal beletrafált, Gombos Szilárd, Zeiss mechanikus számológép, Konstantin, jugoszláv tekerőlánta himnusz éneklés mellé, az majd csak, ha jön a 1 millió forint a Polaris támogatására. Brunswick a márkájú mechanikus számítógép, egy Enigma kódoló magyar változata, korai mechanikus CPU prototípus húsdaráló alapján, Number Cruncher, Intel, Gróf András, Kulcsárland, a könyv nagyon jó, gyerekként sajnálom, hogy nem olvastam, az adományok számolására való az eszköz. Tehát a nyertes Csabai László, ez tényleg egy Brunswick Maschinen Werke mechanikus számológép. Az istenit! 10 kiló! Itt találtam ma az egyik szekrényembe. A helyzet az, hogy megnéztem, ez tényleg 1892-ben alapult maga ez a brunswicki cég, egy német cég, amikor Tito, Josip Broz Tito megszületett, akkor alakult egy ilyen cég, és ez a 1920-30-as évekből származhat. És hát amikor még nem volt számítógép, ilyenekkel lehetett számolni. És én direkt megnéztem YouTube oktató videókat, hogy hogy lehet ezzel ugye szorozni, osztani, összeadni, kivonni, sok számjegyű számokat, de a rászánt intellektuális erőfeszítés nem volt elég, hogy megértsem, hogy hogy működik. Minden esetre nagyon örülök, hogy volt gyakorlatilag több nyertesünk is. Csabai Lászlótól azt kérem, hogy az info@svabhegyicsillagvizsgalo.hu címre írja meg a posta címét, meg a nevét, meg az, hogy ő nyerte ezt, mert mit is nyert? Francesco Paglia, a kisherceg és a csillagok világa, mesekönyv, mindegy, nem látszik, szép könyv. Ja, igen, nem. Ja, nincs meg. Jó. Illetve a Mette a csillagászati évkönyvből is kap egy példányt, bár szerintem azt nem szoktuk küldeni, csak ezt küldjük. Ja, mert ez a másiknál van, a keverednek benne, annyi műsorunk van már, hosszú volt ez a nap, hosszú volt ez a... Jó, akkor Francesca Paglia könyvét küldjük, tök mindegy, én örülök, hogy de kitalálta. De egyébként Csaba István szerintem nem csináltak, tehát neki van, és én úgy gondolom, tehát szerintem neki van, mert de ha kér, akkor küldjük itt, súgja nekem az égi hang. Na, ugye én módosítottam a Facebook eseményt, hogy 20 órától 21:30-ig fog tartani, most 21 óra 37 perc van, én köszönöm mindenkinek a figyelmet. Ugye mivel folytatódik a dolog, ugye vasárnap Galaxis Utikalauz, Svábhegyi Csillagvizsgáló YouTube csatornáján, este 7-kor, fantázia és valóság, csillagközi űrutazás, jövő héten itt folytatjuk, a Élő Csillagászat Kis Lászlóval 3. évad 7. részével, ugye 10 részesre terveztük ezt az évadot. Mindenkinek további szép jó estét kívánok, koronavírusmentes napokat, heteket, hónapokat, mielőbbi oltást annak, akinek még nincs meg, jövő héten folytatás következik. Köszönöm szépen a figyelmet, jó éjszakát, sziasztok!